A Magyar Uniós Elnökség napirendjén az illegális migráció problémája is szerepel. 2015 óta évi 1 millió illegális bevándorló érkezik az EU-ba. Brüsszel a migrációs paktummal akarja kezelni a migrációt, az európai emberek ugyanakkor az EP választással azt üzenték, hogy változást szeretnének a migrációban is. Balázsnak érkezett vendége a témában. És a migráció akkor ki lehetne más a vendégünk, mint Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tábornok úr, megengedi, kezdjünk egy friss hírrel. Ugye győzött a munkáspárt Nagy-Britanniában, és be is jelentették ezzel a hevülettel ma, hogy ezt a ruandai visszatelepítési programot, tehát hogy azokat az illegális bevándorlókat, akik csónakkal érkeztek Nagy-Britanniába, ők ezt lefújják. Ne, ők ezt nem fogják végrehajtani. Van ennek jelentősége? Mit gondol erről? Hát ide, mindegyik ország, ahogy Nagy-Británia, ugyanúgy azért az Európai Unió tagállamai is, valamilyen módon megpróbálnak védekezni az illegális, erőszakos szervezett bűnözés által támogatott illegális bevándorlás ellen. Van, ahol csak az ellenőrzést állítják vissza, mondjuk a schengeni belső határon. Van, ahol kerítést építenek jó sok helyen. Van, ahol megpróbálnak megállapodást kötni az útba induló országokkal, vagy esetleg a tengerparton lévő országokkal, mint Tunéziával, Marokkóval. És van, akik más megoldásokat keresnek. Ugye Anglia nem tagja már az Európai Uniónak, így az ő döntéseit az Unió különféle furcsa elvárásai, szabályai nem befolyásolják, de nyilván ez is egy politikai döntés kérdése, hogy ezt az előző kormányzat által kidolgozott és elég nehezen elfogadott, mert parlamenti törvényt kellett alkotni, rendszert ezt fenntartják-e, vagy nem, vagy bevezetik-e, vagy folytatják-e, vagy nem. De ugyanígy az olasz kormány például Albániába hozott létre és kezd majd elműködtetni egy tábort, ahova azokat helyezik, akik a nyílt tengeren, nem az olasz felségvizeken kapott segítség révén jutnak be Olaszországba. Mi, a magyar kormány ebben a migrációs kérdésben eléggé egyértelmű álláspontunk van 2015 óta. Azt mondjuk, hogy a külső határt őrizni kell, nem kezelni kell az illegális migrációt, mint amilyen felvezetőben elhangzott, hanem őrizni kell. Jogellenes, erőszakos, bűnözők által támogatott személyek átlépését meg kell akadályozni. Akik áthatolnak a kerítésen és elfogja őket a rendőrség, azokat pedig vissza kell kísérni a túloldalra. Nincs annak semmi jogi akadálya, hogy politikai menekült kéremet nyújtsanak be a Belgrádban levő magyar nagykövetségen, csak ezt azért nem tudják tenni, mert nincs igazolványuk. Mert azt meg az embercsempészek javaslatára jól eldobták. Tehát az egész érkezés mögött valótlan állítások sorozata áll. Egyrészt valótlanság az, hogy ők menekültek lennének. Egy menekült nem így viselkedik, hanem lőgéppisztolyjal a határtőrző rendőrökre, és maximális együttműködik a hatóságokkal. Lásd, ukrán-magyar határon érkező menekültek sokasága. De ugyanígy, aki azt mondja, hogy ő bemond egy nevet, hogy ő az, bemond egy állampolgárságot, bemond egy életkort. Tehát itt is egész abszurd dolgokat tapasztaltunk az elmúlt években. Akik pedig a másik oldalról, tehát a különféle kormányok részéről támogatólag lépnek fel ebbe a migráció kezelésébe, ők pedig azt gondolják, hogy szükség van erre a beáramlásra, sőt Németország most a közelmúltban módosította az állampolgársági törvényét, 3 év alatt meg lehet szerezni egészen egyszerű módon a német állampolgárságot. Ez így első hallásra nincs ebben semmi furcsa, de azért tudjuk, hogy van, mert az állampolgárnak szavazati joga is van, és ezek a személyek, akiknek ugye nem tudjuk a valódi személy azonosságát, az sem, hogy milyen célból érkeztek, de itt vannak. Azt hazudták, hogy politikai menekültek, pedig nem azok. Szociális ellátórendszer terhelik, nem egész töredékük dolgozik csak. Egy szóval, hogyha ezek a személyek majd elmennek szavazni, akkor két dolog biztos, ők azt gondolják, akik ezt most biztosították nekik, hogy majd a baloldali liberális pártokra szavaznak, mert hálásak azért, hogy beengedték őket. De másrésztről pedig azt is gondolják, hogy ha szavazni elmennek, majd állampolgárként, akkor keresztény, konzervatív, nemzeti pártra biztos nem fognak szavazni. Tehát ez nagy motiváció. Lehet is elhangzott itt egy szám, hogy 1 millióan érkeztek, ez is igaz, évente 1 millióan érkeznek. Ez azért
furcsa egybeesést mutat a soros terv első pontjával, amelyik kimondja, hogy évi 1 millió illegális bevándorlót kell behozni Európába, hogy megváltozzon a nemzeti összetétel, megváltozzon, színesebbé váljanak az országok, és a Európai Egyesült Államok furcsa, zavaros elképzelésének a megvalósításába, útjába álló nemzettudat és nemzeti összetartozás érzéseket akkor így lehet feloldani. Egy percünk maradt, tábornok úr, a hétfőn kezdődött magyar soros uniós elnökségnek az egyik fő területe az a migráció kérdése. Ez milyen formában kerül majd a következő fél évben a terítékre, milyen kérdéseket szeretnének ezzel kapcsolatban hangsúlyozni? Amiben azonnal elkezdődött a munka, ez a nemzetközi média előterébe van, béke szervezőként, béke közvetítőjeként lép föl az Európai Unió soros elnökségét ellátó Magyarország vezetője, miniszterelnöke. Ez egy óriási orderejű lépés, az pedig, hogy majd a többi fontos célkitűzésünk, mint például a versenyképesség növelése, vagy éppen az illegális migráció elleni fellépése, hogy ebben milyen lépéssorokat tudunk tenni, ez nagyban függ attól is, hogy hogyan alakulnak a parlamenti előviszonyok. A patrióták szövetsége. Például a patrióták, igen. Hogyha ő valóban egy harmadik legnagyobb pártcsaládként ott megjelenik, akkor az egy blokkoló kisebbséget jelent, amelyik meg tudja akadályozni, hogy minősített többséggel, az európai emberek érdekeivel, szándékaival, céljaival homlok egyenest ellenkező intézkedéseket szavazzanak meg. Gondoljunk csak mondjuk a mezőgazdaságot érintő furcsa szavazásokra, ahol vámmentességet biztosítottak ukrán mezőgazdasági termékeknek, messze menne nem vették figyelembe, hogy ez milyen súlyos következményekkel jár az európai gazdálkodókra, pedig az Európai Egyesült Államoknak az legfontosabb célkitűzése az európai emberek jólétének és biztonságának a garantálása. Ezt a kettőt nem tudja egyenlőre. Tábornok úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm.